Sziasztok, Gábor vagyok, most leszek 12 éves, és megmutatom, hogy milyen gyerekjáték Szafiliszből kovász készíteni. Ez lesz az első kovászos pizzám, úgyhogy tartsatok velem. Nézzük is meg, mire lesz szükségünk. Nagyon fontos, hogy legyen egy jó mérlegünk, egy tiszta kanalunk, egy tiszta befűtés üvegünk, ne legyen túl duci, hanem inkább keskeny, egy datolya szirupra, némi langyos vízre, és legfontosabb, egy Safi Life kovászos lisztkeverékre. Első lépésként tegyük a befőttes üveget a mérlegre. Utána szedjük le a tetejét, kapcsoljuk be, és tárázzuk le, hogyha szükséges. Második lépésként mérjünk ki 50 g lisztet. Nagyon fontos, hogy mindig pontosan mérjük ki a megadott mennyiséget. Mielőtt újra tovább megyünk, a mérleget kitárázzuk. Most következik a datolya szirup. Ebből 4 g-ot kell beletenni, és hogyha nem akarod használni, akkor használhatsz mézet vagy agave szirupot. Most jöhet a langyos víz. Fontos, hogy ne legyen túl forró, hanem inkább kézmeleg. Ebből 55 g fog kelleni, és fontos, hogy gramba mérjétek. Most levesszük a befőttes üveget a mérlegre, és ezt eltesszük, és a kanállal gyorsan keverjük. Fontos, hogy mindenhol keverjétek el, és hogy az oldalán sem maradjon liszt. És még az is fontos, hogy datolya szirup sem maradjon az alján, mint itt. Na kész, most kivesszük a kanal, de fontos, hogy ne a kezünkkel söpörjük le a maradék kovászt, hanem egy tiszta kanállal, mert nem szabad, hogy baktérium menjen bele. Most rátesszük a kupakot. Nem csavarjuk, csak simán rátesszük, és eltesszük 24 órára, hogy elkezdjen növekedni. Találkozunk holnap, és hogyha még nincs ilyen szafis kovászos lisztet, akkor irány a diétás termékek webshop.hu, vagy bármelyik szafibisztró. Találkozunk!